tényleg volt, amikor itt így mentem fel, körülbelül Salgótarján felé, és itt így mentem fel egy dombon, és itt így szemem előtt terjedt el egy egész hegy, ilyen gyönyörűen nézett ki, és pont akkor jött be egy nagyon jó zene, amit úgy beraktam a Spotify-n, és így úristen, most meg kell állnom egy pillanatra, át kell éreznem, hogy, én mit, hogy én élek. És ilyen nagyon ritkán van szerintem az ember életében, hogy itt most megáll, kiszáll, és akkor itt így elterül előtte a világ, ott van, egy nagyon jó érzés keringeti körbe az egész vidéket, és így utána így visszaszállsz, ez tökéletes, ezért ma már megérte felkelni, visszaszállsz, és akkor mész tovább az utamat. Hogy tapasztaljunk dolgokat, hogy legyen mit mesélni az utókornak, hogy legyenek élmények, hogy ne az legyen, hogy mindenki túlél, hogy biorobotok vagyunk, és akkor azon belül még szaremberek is. Külbelül tudni kell azt, hogy mit szeretnél az életbe. De nem kell hozzá foggal körömmel ragaszkodni, hogyha azt érzi az ember, hogy ez tényleg nem megy. Szóval néha lehet, hogy csak hagyni kell azt, hogy az élet valóban elsodorjon. Hogy megtudd, és addig közben rájössz arra, hogy ki vagy, mit akarsz magadtól, mit akarsz az életedtől, mit szeretnél elérni, mit nem. És igen, én is ebben a részében vagyok az életemnek, hogy most egy picit így lebegek az éterbe, szóval pakolom nappal, éjszaka ezeket a csomagokat. Körülbelül azt érzem, hogy amúgy meg, hogy elmegy mellettem az élet. Vezetés közben nem túl sok mindent tud csinálni az ember, úgyhogy minden egyes nap egy ilyen önismereti túra, hogy hova tartok, ki leszek majd, nem is 10 év múlva, de 1 év múlva is. Nem tudtam elmenni egyetemre, mivel én úgy éreztem, hogy én erre nem vagyok képes. Valami olyasmit csinálják, ami nem én vagyok. Hanem akkor elkezdtem egy kicsit ilyen életművészkedősbe. Először feljöttem Pestre, reptéren dolgoztam. Láttam mindent, amit ott lehet. Ja, ezt csináltam most a WC-n, ugye, ott volt a beszélgetés, és akkor eljön az a pont, mondjuk így egy éjszaka, amikor az ember így tökre jó a házi buli, vagy az after, vagy valami, így el van a társasággal, de így tökre vágyik arra, hogy egyedül legyen. Kicsit megjön az ihlet, és akkor az úgy így tök jó, és akkor így elkezdtem így bent irogatni a dolgokat, aztán közben bejöttek a WC-be, mondom, jó van, akkor együtt csináljuk. Aztán így abba maradt akkor, aztán hazajöttem, utána már nem éreztem, úgyhogy tényleg ezek csak ilyen pillanatra jönnek az ilyen ihletek, és hogyha ezt nem viszed végig, akkor körülbelül megint van egy plusz egy 166. dal, amit nem fejezel be. Arra jöttem rá, hogy amióta így napi szinten nagyon sokat vezetek, nagyon sokat dolgozok. Egyszerűen olyan szinten fellököttek az ingereim, így amit kapok így a külvilágból, meg össze-vissza, hogy egyszerűen így monotonná vált minden, és ezek így kiölik belőlem egy idő után így az érzelmeket, nincsen se túlságosan magas, se túlságosan mély állapot, amiben amúgy rohadt jól lehet alkotni, hanem ilyen monoton szinten vagyunk, és akkor körülbelül nem jön semmiféle ihlet, semmiféle megvilágosodás. Ja, eléggé rossz dolog felnőni, szóval. Igazából úgy vagyok vele, hogy a vírus az van, nem lehet mit kezdeni vele. Kevesebb élmény, kevesebb lehetőség szorult az adott időszakon belül,
és így kellett valami plusszal még lekötni a felesleges energiákat, az elszigetelés élményét valahogy meg kellett élni, és akkor ott volt egyedül a telefon, hát miből lehet dolgozni, ha nem abból, amit van, és elővettem, elkezdtem pütyögni rajta, az egy teljesen, teljesen jó élmény volt. Úgyhogy összeraktam rá egy ilyen kis fán számot, az úgy jó volt, és itt jaj, de jó, elrögcséltem rajta, jó van, megosztom, mert ez mekkora bullshit, amit csináltam, nagyon tetszett. És érdekes módon valami 3000 meghallgatás lett rajta a szemükben. Mondom, Jézus ereje, ennek ekkora ereje van. Mi van, hogyha beleadok még mondjuk 100%-ot is, hát mondom, basszus, ez úgy. És akkor ott a képbe a Telekom Electronic Beats, akkor jó van, ahogy esik, úgy puffan beküldtem a számot, és basszus, ez sikerült, és ez egyszerűen akkora lendületet adott. Úgyhogy pont emiatt az elszigeteltség élmény miatt megíródott szám, ami végképp arról szól, hogy minden eltűnt, mindenki és minden körülötted, pont ebből lett egy olyan lehetőség, ami által rohadt sok embert ismertem meg itt fent. A melankólia klubba hirtelen csönd lett, jött egy ötlet, nem kell túlozni. Visszagondolok arra a két napra, amikor leforgattuk a klippet, és az volt szerintem ebből a szempontból az életem legjobb, kettő legjobb napja. Olyan energiát éreztem, amit azóta se, szóval szinte egy függőséget okozott, és azóta is ezt az élményt keresem. De ki volt a Münchenben, ki volt a Németországban is, az is tök jó, de mégis hiányzott ez a, bocsánat, de hülye magyar mentalitás, ami itthon van, hogy mindenki szív, mert megyünk ki, mert ugye a magyarok milyen parasztok, se többet, de engem mégis vonz ez, mert én is paraszt vagyok. És neki mennél? Te tervezed, nem? Terveztem. Na. Most nem tudom. Na, hogy viszonylag tök jó keresek itthon, szóval... De nem tudom, szóval kimegyek, akkor különböző... Akkor nem ismered az autópályát. Nem, így van. Elindulok reggel, valahol kikötök este, nem? Szóval ilyen vagyunk, és egy katolikus iskolába jártunk, a Pierista gimnáziumba. És játsszák le nekik, fotózok. És első osztályos korunktól fogva, osztálytársak voltunk a Patrikkal. Csinál zenéket. Sokkal többet, mint amit megjelent neki. Nem akarja felrakni őket. De most nagyon jó. És mi meg sok zenét mindig bíztatjuk. És jók a zenék. Mert hogy lehet, hogy könnyebben élünk, de viszont például ismerkedés, mert hogy ez barátság, vagy kapcsolat, vagy bármi, az sokkal nehezebb, mint régen. Vagy hát szerintem régen volt, mert most kicsit ilyen húspiac. Szerintem, hogy így igazából most ismerkedni, hát jó, vele nem, oké, jön a következő, oké, ez szebb, oké, nem tudom, jobbra húzom, balra húzom, de hát egy... Az az is nehezebb érte. Legtöbben körülbelül egy éjszakára választanak mostanában amúgy pár megtársat. Merre nézte? Te sor, azon elnézte. Ezzel nincs bajunk. Nem, csak kacsot felvettem. De régebben úgy tényleg kölyök egy életre választottak, vagy ha nem is legalább megpróbálták megjavítani a kapcsolatot most, mert inkább eldobja meg, tudják, úgyis annyi minden lehetőség van az internetben. Túl nagy a nyomás a social-től. Tehát, hogy túl nagy. Tehát, hogy felmész bármilyen oldalra, és azt látod, hogy mindenki, de úristen, de tökéletes. De tényleg, mert nyilván csak azt rakja ki. Család, és minden. Állás. És most mi pont abban a korban vagyunk, hogy jó, még nem azon gondolkozunk, hogy család, de azért már vannak közöttünk, akik ezen, és akkor ők is rakják ki, és akkor így, nem tudom, már az is egy elvárási lépcső, hogy akkor így, Már most, meg hogy nem vagy elkésve, meg minden, meg tényleg az, hogy ki hány helyre megy, meg minden. Tehát ez a nyomás szerintem hatalmas. Én lehet, hogy kicsit ilyen díj vagyok, nem, de hogy szerintem nem. Az a barátságunk, ez pont arra jó, hogy így ezeket megvilágítsa azt, hogy amúgy tök sokat érünk, vagy nem tudom. Tehát is van tábla, meg ezek. Jó, nem szoktam, de jobb érdem. Már így biztos, hogy lesz az a nyomás.
jelenlegi kormányunkat újra megválasztották, és akkor ez így lényegében így a sötétségbe egyedül maradva, a kis semmit érő szavazatommal, ami semmit nem tett hozzá. Hát az amúgy egy jó egy hétig megvitt. Nekünk már csak az kéne, hogy hagyjanak minket élni, vagy... Tudom, hogy jelenlegi kormányon belül is nagyon sok engedmény, főleg a 25 éven aluliaknak is adatot, meg nagyon sok minden, de én nem ilyen alamizsnákon akarom a jókedvemet megalapozni, és hű, itt teljes mértékben válszélességgel beleállni ebbe az egészbe, hanem én igenis szeretem az otthonomat, szeretem a hazámat, de nagyon sokan mondják, hogyha nem tetszik, el lehet menni, akkor mondom, jól van, elmegyek, úgyse számítok. Lényegében ilyen drasztikus, nagyobb, radikális változásokra van igényem, és az itt sajnos itthon az nem, nincs. Amsterdam, kipróbálni, ez a valamilyen szinten egy távlati cél, ami így reményt ad itt most ebben a sötét alagútban, és remélem, hogy nem tévedek el benne. Úgyhogy lényegében most így minden egy kicsit így összeomlik. És én azt vettem észre, hogy jelenleg így a világon belül is nagyon sok zűrzavar kezdődik össze-vissza. Eddig is voltak, mert eddig is teljes mértékben mindenhol káosz uralkodott. Csak amikor az ember már azt érzi, hogy itt kopogtat mellette ez a fajta zűrzavar, meg innét tolja a média, onnét tolja a média, és egyszerűen már tele van az agyam a sok hülyeséggel, ezért nem is használok már Facebookot lassan egy hónapja. Körülbelül így próbálok mindenféle ilyen toxikus dolgot likvidálni, hát struc politika, ezzel nem lehet mit csinálni. És így utána néztem egy csomó minden dolgot, és olyan szinten ilyen felesleges információkkal telítettem el az agyamat például, hogy ennek a busznak utána néztem, hogy miért középmotoros körülbelül, hogy itt hátul amúgy tök jó, mert itt csend van, tök nagy a tér, mert nincs itt a motor, így össze-vissza nézegettem róla dolgokat, és így teljes mértékben így el vagyok ezzel a dologgal. Én élvezem az utazást, ezért is vagyok futár javarészt, én szeretek utazni. Nálam tényleg nem az úti cél a fontos, mert az egy automata legrosszabb esetben, csak tényleg az utat nézni, az embereket, hogy ő hova tarthat, hogy ez a taxi kit vihet, hogy abban a lakásban éppen milyen filmet nézhetnek, hogy ezt a díszt kitette fel ide, például ezeket a fákat kimetszi, hogy ez a sok ház, sok minden, ez jóval előttem itt volt, és valószínűleg utánam is itt lesz, hogy én milyen maradandó dolgot fogok hagyni itt magam után. De tényleg így, és lehet, hogy eldolgozgatok, csinálok bármit, de szerintem valahogy meg kell őriznem magamat, a szellememet. Legyen valami kis kiatásom arra, hogy én léteztem. Vagy azt, hogy a családtagjaim az tudják, hogy akik utánam vannak az unokák, hogyha lesz, vagy bárki ilyesmi, hogy én ki voltam. Hát, viszont éppen ezért csinálom a zenét másrészt, hogy legyen egy kis nyomom, hogy ez én voltam, egy szelet magamból, egy szelet a lelkemből, hogy ezt itt hagyom. 32-esek tele. Lefáradt nap után, nézem a lombokat, hogy hullnak, lefáradt. Érzem a gondokat, hogy nyomják le a vár. Az az igazság, hogy már azt látom lázadásnak, hogyha valaki jobboldali. Pont azért, mert a közegemben mindenki, vagy hát az emberek nagy része baloldali. Héten találkoztam egy barátnőmmel, színvalost. Annyira máshogy látja a világot.